amikor meg a szárházban voltam, akkor írtam egy dalt a Reninek, aki a mostani barátnőm. És ez igazán, hát róla szólt, de amikor látni fogják a nézők a videoklipet, egy kicsit más, mint ami erről szólt az elején. Mert beraktunk egy kicsi szomorú dolgot a klipbe, hogy egy kicsit érdekesebb legyen. Úgy kezdődik, hogy a vége van az elején, hogy az elején a lány az sír, a barátnőm az sír, és akkor visszamegyünk időben, és akkor látjuk a gyönyörű pillanatokat, amikor együtt voltunk, és ez meg az, és akkor ez a néző dönti el, hogy miért, de valamiért elmegy. Össze kell pakolni a cuccait, de látszódik a klipben, hogy nem azért megy el, mert veszekedtünk, hogy valami rosszul ment, hanem csak el kellett, hogy menjen. Szerintem egy kicsit furcsa, hogyha egy énekes a barátnőjét rakja a klipébe, aki egy másik énekes, hogy nem egy ilyen szereplővel. És váltottam a klipnek a témáját, hogy ilyen szomorú dolog volt, hogy nem is lett volna hiteles, hogy a Reni benne van, mert nem arról szólt a klip, amiről eredetileg írtam. Esvé az nagy a Krisztián, nagyon ügyes, én látom a régi klipeit, és rögtön mondtam, hogy szeretném, hogy ő csinálja a klipemet, mert nagyon profi. Teljesen máshogy viselkedik, amikor dolgozik, mint egy normális napon. Nagyon profi, nagyon ügyes, jó ötletei, ő találta ki ezt a klipet, hogy a koncepciót ő találta ki. És ő választotta a lányt is, ki nagyon jól szerepelt, egy színészkedni is tudott, minden nagyon jó volt, természetesen nézett ki, pont jó volt a kliphez. Nagy csak jókat tudok mondani a Krisztiánról, nagyon ügyes, tehetséges ember.